Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk a mi kis személyiségi fejlesztési kurzus, amelyiknek az a címe I know you can. Én tudom, te képes vagy, te meg tudod csinálni. Már beszéltünk a céltudatosságról, a függetlenségről, és beszéltünk pár fontos dologról. Beszéltünk, hogy legyen először céltudatosság. Tanuljunk, gyakoroljunk lenni céltudatosok. Ehhez tanuljuk meg heti célokat kitűzni, és próbálni céltudatosan élni egy hetet, vagy két hetet, és próbáljunk elérni ezeket a célokat. Harmadik, miután mi gyakoroltunk heti célokat, nekünk, mi kaptunk sikerélményt, ettől ember kap erőt, és utána egy kicsit bátorabb lehet lenni, és még hosszabb távú célokat, egy hónapra, 30 napos célokat. Akkor most a következő gyakorlat az lenne, hogy célozzunk meg egy hónapra, bontjuk fel, tűzünk ki célokat, és próbáljunk, törekedjünk céltudatosan lenni egész hónapon keresztül. Aki megcsinálta hetekre, heti célokat, és én tudom, hogy te megcsináltál, mert te képes vagy rá, meg tudod csinálni, akkor most van lehetőség, erő és a kapacitás hosszú távú egy havi célokat kitűzni. Miután ez megvan, utána majd fogunk tanulni, hogy hogyan lehet kitűzni, mik alapján kitűzünk az életcélokat, hogyan találjam meg magamat, mi alapján ki kell tűzni a célokat, és mi az élet értelme. Mert hogyha akarod boldog életet élni, sikeres életet élni, akkor ezt nagyon fontos megtanulni, mert iskolában ezt nem tanítanak. Főleg fiatalok, akik már 18 éve elmúltak, nektek szól ez a kurzus. Szóval próbáljuk meg, teljesen ingyen van, csak lépjünk, kezdjünk saját életet élni, de sikeres legyen, sikerélmények legyenek, és legyen erő, és legyen mindenki céltudatosan boldog. Írjátok kommentekben, hogyan sikerült nektek heti célokat kitűzni, sikerült nektek, vagy milyen nehézségekkel ütköztétek, miközben próbáltok céltudatos lenni és heti célokat elérni. Ugyanakkor arról is írjátok, hogy havi célokat ki szokott magának kitűzni, mik a gyakorlatok, mik a nehézségek, és majd folytatjunk. Ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, megnyomni a csengő gombot, lájkolni a videót, nem sokára folytatjunk. Hare Krishna!